A tavalyi évhez képest 10%-kal többen jelölték meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemet. Így idén 2662 fő jelentkezett, összesen pedig több mint 8100-an választották az intézmény által meghirdetett képzéseket. Az első helyes jelentkezők 80%-a állami ösztöndíjas, míg egyötödük önköltséges formát jelölt meg. Örömteli tendencia, hogy a pedagógus képzéseket több mint 40%-kal többen választották 2024-ben, mint egy évvel korábban, de növekedés tapasztalható a sporttudományi, valamint a természettudományi területeket választók esetében is. A legtöbbet megjelölt szakok között szerepel az óvodapedagógus is, melyre nappali államilag támogatott formában 276, a gazdálkodási és menedzsmentre 396, a csecsemű és kisgyermeknevelőre 204, a tanítóra 279, a gépészmérnökire 246, valamint a programtervező informatikusra 248 volt a ponthatár. A Nyíregyházi Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a pilótaképzésekre, valamint a nemzetközi esítési folyamat erősítésére, így angol nyelvű képzéseit egyre többen választják Ázsiából vagy Európa más államaiból érkező hallgatók. Az intézmény kiemelt célja, hogy Nyíregyháza, illetve a Vármegye vállalataival, szervezeteivel együttműködve helyben tartsa a végzett hallgatókat, segítse munkavállalásukat és hosszú távú céljaikat a Vármegyében, illetve a régióban. Azok számára, akik idén nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek egyetlen felsőoktatási intézménybe sem, pótfelvételi eljárás keretében nyílik lehetőség a jelentkezésre. Erre július 30-ától augusztus 7-én éfélig lehet jelentkezést benyújtani.